Bő 2 hónapja még nagy földkupacok borították a tó fürdő területét, és mellettük munkagépek sorakoztak. Utóbbiakból még így május végén is látni, de a szabadtéri strand láthatóan szemben néz ki. A 260 millió forintos beruházás már a hajrájában jár. A munkák jelenlegi állását pedig kedden Nyíregyháza polgármestere is megtekintette. Szerettünk volna az egyéb fejlesztések színvonalának megfelelő tófürdőt kialakítani, ezért egy teljes átfogó felújítás történt, az öltözőtől, a sétányokon át, új csúszda, a medencéknél, stég épül, illetve stég lesz, plázs, játszótér, egy új fagyizó, tehát ténylegesen ide jönnek majd a vendégek, nem ismernek rá. Öntözik a füvet, hogy a nyitásra szép zöld legyen, a leendő sportpályák helyén pedig zajlik a tereprendezés. A csúszdák már a helyükön, ahogy az 50 négyzetméteres alapterületű napozós tég is a vízen. Ennek a végleges helye ugyanakkor nem itt, hanem a tó közepén lesz. A bejárat melletti öltözők, mosdók megújultak, emellett a parton is kialakítanak öltözőket és zuhanyzókat. A kiszolgáló egységek új köntösbe öltöznek, és ingyenes wifi rendszert is kiépítenek a tófürdő területén, ahol már az utolsó simításokat végzik. Lényegében befejezés közeli állapotban vannak a munkálatok. Ez azt jelenti, hogy itt mögöttem például már a füvesítés is megtörtént. Most várjuk azt, hogy le van kerítve ez a terület. Ezek az utómunkálatok még a csúszda környékén, a csúszda most fejeződött be a napokban. A körülötte lévő térrendezés, térkapcsolatok kialakítása történik. Június közepén időjárás függvénye nyilvánvalóan, de június közepén szeretnénk megnyitni a tófürdőt. Az elmúlt években, ha visszanézünk 10 évre, akár mindig ez a víz hőmérsékletétől függött az, hogy mikor nyílt a tófürdő, általában ez a június 10-e környékén. A tervek szerint pedig már idén is 4 hónapon át lesznek nyitva. Jó idő esetén szeptember végéig várják a fürdőzőket. A törzs vendégekkel egyébként folyamatosan tartották a kapcsolatot a tervezési és a kivitelezési időszakban egyaránt. Ők is elmondhatták a véleményüket, észrevételeiket, amelyeket igyekeztek figyelembe venni. Ennek köszönhetően alakítottak ki egy biciklitárolót is a bejárat mellett.